fejlesztés. Számos útfelújítás zajlik Nyíregyházán, a Tokaji úton pedig aluljáró épület a közeljövőben. Interaktív tábor. 4 héten keresztül közel 100 diáknak biztosít tábort a megyei iparkamara. Hőség az állatparkban. A nyári forróság nem csak az embereket, az állatokat is megviseli. Utak, kerékpárutak és járdák újulnak meg, okoszebrák létesülnek Nyíregyháza több pontján. A Kölcsey televízió iradóját látják, köszöntöm önöket. Az önkormányzat már régóta tervezte ezeket a beruházásokat, amelyek javában zajlanak, és a tervek szerint szeptember végére fejeződnek be. A Tokaji úti vasúti átjárónál közben aluljáró épülhet, illetve 2x2 sávosra bővülhet a 36-os főút, közel 1,5 kilométeren. Munkagépek zajától hangos több nyíregyházi utca. Néhány hete kezdődött útfelújítás a belvárosban. A fejlesztést a város önkormányzata 100%-os, vissza nem térítendő Európai Uniós forrásból valósítja meg a területi és operatív program keretében. Június közepén kerültek átadásra a munkaterületek 4 helyszínen. Ez a Rákóczi utca, Víz utcától a körútig tartó része, a Vasvári Pál utca első szakasza, ami a Rákóczi utcától a körútig tart, a Bethlen Gábor utca Bessenyei tértől Búza utcáig tartó szakasza, valamint a Blaha Lujza sétány. Minden 4 szakaszon útfelújítási munkálatok zajlanak, ez azt jelenti, hogy megújul az aszfaltburkolat, a gyalog és kerékpárutak felújításra kerülnek, új járdaszakasz is épül, illetve felújításra kerülnek a meglévő járdák. Minden helyszínen készülnek okoszebrák, ami azt jelenti, hogy egy villogó ledes fényel jelzi majd az arra közlekedő autósoknak a közeledő gyalogosokat. Összesen 7 új okoszebra létesül, illetve 2 új gyalogátkelőhely a Rákóczi és Búza utcák, valamint a Vasvári Pál utca őszkörsz kereszteződésében. A Bethlen Gábor utcán és a Sóstói Blaha Lujza sétányon már a végéhez közelítenek a munkák, a többi helyszín pedig szeptember végére hagyhatják el a munkagépek. A felújítások egyébként már régóta szerepeltek az önkormányzat tervei között. Ezek elég rossz állapotú belvárosi útszakaszok voltak, és a pályázati feltételeknek megfelelve ezek ugye gazdaságösztönzés szolgálnak több cég, illetve olyan helyszínek, például a Rákóczi utcán a piac van a környéken, ami a munkaerő mobilitást is szolgálja, valamint célunk volt, hogy minden közlekedő számára, tehát az autósokon túl a kerékpárosok, gyalogosok számára is biztonságos környezetet teremtsünk, és ezt folytatni szeretnénk a jövőben is. Közben a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nél is terben van egy nyíregyházi beruházás. A Tokaji úti vasúti átkelőnél egy aluljáró kialakítása, mint egy 1,5 kilométer hosszban. Ehhez felül kell vizsgálni a 36-os és 38-as számú főutak kereszteződésénél lévő 5 sávos útszakaszt, körülbelül 150 méteren. A fennmaradó részen pedig a 2x1 sávos szakasz 2x2 sávosra bővítése szükséges, kerékpárút és gyalogos járda, valamint 2-3 jelzőlámpás csomópont kialakításával. Jelenleg a környezetvédelmi engedély megszerzése van folyamatban, az építési engedély várhatóan idén decemberre lesz meg. A felelősségvállalás jegyében mind a 15 nyíregyházi egyéni választókerületben közös jelöltet indít a Szövetségben Nyíregyházáért. A 11-es körzetben, amely a Kertváros jelöli, a Függetlenek Egyesületének elnöke Póka Imre lett a képviselőjelölt. Ő 3-szor nyert már egyéni mandátumot, és 1-szer listás képviselőként volt jelen a városi közgyűlésben. Póka Imre kiemelte, számára a legfontosabb, hogy tisztán és átlátható módon végezze feladatait, valamint, hogy nyugalom, rend és biztonság legyen ezen a város részen is. A harmadik nekifutásra sem tudott elindulni a Tiszavasvárúti felüljárónak a kérdése, a felújítása. A legutóbbi információ szerint ez év júniusában kellett volna indulni, tehát valószínűleg, hogy ez át fog húzódni a következő ciklusra, de nagyon fontos, megoldandó feladat, hiszen hermetikusan elzár minket a központtól, a várostól, nem beszélve az ipari övezet létéről, a nyugati bekötőút megvalósulásáról, összekötőút megvalósulásáról és a Rókabokri bekötőút megvalósulása, még nagyobb forgalom várható a Kertvárosban. Tűzoltók
Tűzgyújtási tilalom lépett életbe erdőtűz fokozott kockázata miatt Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szerdán az MT-vel. A tűzgyújtási tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A kevés csapadékkal járó időjárás miatt a szabadtéri tüzek száma ugrásszerűen megemelkedett az elmúlt napokban. A tűzoltókat idén már több mint 1500 ilyen esethez riasztották országosan. Az, aki a szabályokat nem tartja be, az okozott kár megtérítésén felül még tűzvédelmi bírsággal is sújtható. Ha egy szabálytalan égetés miatt keletkezett tüzet a tűzoltóknak kell eloltaniuk, a bírság mértéke 20 000 forinttól egészen 3 millió forintig terjedhet. Élénk ingatlan keresletet hoz a csokos hitel kiterjesztése és a babaváró támogatás a használt lakásokra, írta szerdai számában a Magyar Nemzet. A lap szerint valamelyes megtorpant az elmúlt hónapokban a lakáspiaci kereslet, sokan ugyanis a családvédelmi akcióterv otthonteremtés segítő lépéseinek hatályba lépésére vártak. A lap úgy értesült, jelentős élénkítő hatással lehet az ingatlan piacra, hogy a csok mellé a két gyermekeseknek igényelhető 10 millió és a három gyermekeseknek elérhető 15 millió forint kedvezményes hitelt már használt lakóingatlan vásárlására is fel lehet használni. Közel 100 gyermeknek szervez interaktív céglátogatást idén-nyáron a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara. A szervezet célja, hogy játékos formában ismerjék meg a diákok a különböző szakmákat. A nyári tábort az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a Kisvakonddal közösen szervezi az iparkamara 4 héten keresztül. Interaktív feladatokkal várták a diákokat ennél a nyíregyházi vállalatnál. A Kisvakon táborban nyaraló tanulókat pályaválasztás céljából különböző céglátogatásokra viszi a megyei iparkamara. Itt például a kereskedelmi szektorral ismerkedtek meg a diákok. Ez a helyi cég már több éve kapcsolatban áll a megyei szervezettel, illetve a nyári táboroztatási programokban is részt vett már korábban. Miután az a jellemző azért a gazdálkodásokra, meg a kereskedelemre is, hogy munkaerőhiány van, ezért mi is próbálunk most már bárhonnan átcsoportosítani, megkeresni gyerekeket már, és azt mondom, hogy próbáljuk orientálni őket a kereskedelem felé. 5. évet csináljuk ezt a kereskedelmi és iparkamara szervezésében, ezt a pályorientációs tábort. Kicsit hangosak is itt mögöttem, mert éppen egy versenyfeladatot végeznek, és már itt próbáljuk orientálni őket arra, hogy válasszák az eladást és a kereskedelmi szakmát. Meg szoktuk kérdezni minden egyes ilyen találkozókor, hogy hányan szeretnének kereskedelemben elhelyezkedni. Általában 1-2 ember jelentkezik, mikor vége van a versenynek a játékoknak, akkor általában 5-6 ember azt mondja, hogy ő szívesen dolgozna benne. A diákoknak 3 interaktív feladatot is szervezett a vállalat, a gyerekek pedig legjobb tudásuk szerint próbálták ezeket teljesíteni. A Kisvakon tábor 25 tanulója vett részt a szerdai programon. A táborban leginkább játszani szoktunk, játékosan tanulni népi játékokat, és amúgy most itt vagyunk, megismerkedni, ahogy a kereskedelemmel. Kaptunk olyan feladatokat, hogy fel voltak írva dolgok, amiket be kellett tenni egy kosárba, és az árukat meg a bruttó árukat fel kellett írni. Jól éreztük nagyon magunkat, és időre ment ez az egész dolog, és izgultunk is. Én voltam a vezető, igen, de a többiek is dolgoztak. A pályaorientációs látogatások fő célcsoportja az általános iskolai diákok, főleg azok a tanulók, akik még a középiskolai felvételi előtt állnak. Ezen a nyáron, 4 héten át közel 100 diákot szólít majd meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara. Ez idő alatt játékos formában próbálja a kamara megismertetni a diákokkal a különböző szakmákat. Az első hét jelenleg a kereskedelem köré épül. A héten még zajlik ennek majd a feldolgozása, a holnapi nap a céglátogatásnak, ahol szintén játékokkal készülünk, szakmaaktivitizünk, olyan dolgokkal játszunk, amelyek egy kicsit mégis a pályaválasztásukat segítik, de a következő hetekben is, ezen a héten a kereskedelem, a következő héten kicsit a cukrászat, a fagyi készítés, a sütemény készítés kerül előtérbe,
azt követően autószerviz, autóértékesítés, restaurálással fognak ismerkedni a gyerekek a BMW szervizbe, illetve az utolsó héten a Fafurdancs 2000 Kft.-hez fogjuk elvinni a gyerekeket, ahol az asztalos munkával, a bútorgyártással ismerkedhetnek meg egy lovaspark élmény mellett. A Kisvakon táborban a nyíregyházi oktatási intézmények tanulói vesznek részt jelenleg, de az iparkamara megyeszerte végzi pályaorientációs tevékenységét. A MOL emelte 5 forinttal a benzin nagykereskedelmi árát szerdán, a gázolajé nem változott. A benzin literenkénti átlagára így 385 forintra nőtt, a gázolajé 393 forint maradt. Várhatóan pénteken további drágulás jöhet a kutakon. A MOL akkor bruttó 2 forinttal emeli meg a benzin nagykereskedelmi árát literenként. A gázolaj ára továbbra is változatlan. 393 forintos átlagáron tankolhatunk azután is. A benzin átlagára az emelés követően 387 forintra emelkedik. A hőség nem csak az embereket, az állatokat is megviseli. A nyíregyházi állatpark lakói szerencsés helyzetben vannak, hiszen a park egy tölgyerdőben található, amelynek magas fáj alatt menedéket találnak az állatok. A gondozók emellett naponta többször ellenőrzik az itatókat, és míg a vastagbőrűek számára a dagonyázó helyek jelenthetnek felüdülést, a jegesmedvék medencéjükben vagy klimatizált barlangjukban hűsölhetnek. A nyíregyházi állatpark kaliforniai oroszlánfókái a nagy hőségben is láthatóan jókedvűen szórakoztatják a nagy érdeműt. Naponta többször is bemutatják tudásukat a park vendégeinek. És a Humboldt pingvinek is nagy melegben előszeretettel lubickolnak, akár órákon át a számukra kialakított medencében. A főemlősöket forróságban jeges csemegékkel kínálják gondozóik, míg az elefántokat naponta többször tömlőből locsolják meg. A kánikulában mindenkinek jól esik a frissítő zuhany, így van ezzel Jászmin, Motki és Tánja is. A nyíregyházi állatpark legnagyobb fegyvere hőség esetén az árnyékot nyújtó fa, ebben pedig bővelkedünk, hiszen az állatpark egy 35 hektáros tölgyerdőben található. Parkunk különlegessége, egy kontinensen kutatjunk be földünk élővilágát, így egy nap alatt az egész világot meg lehet tekinteni. Legtöbbször ilyenkor a sarkvidék lakóira kíváncsiak, hogy vajon ők hogy bírják a nyári meleget. Velük sincsen probléma, hiszen nem győzzük hangfriózni, hogy például a jegesmedve, amely az északi sarkvidék ikonikus lakója, ők is Európa más-más állatkertjéből jöttek. Nyilván ilyenkor rájuk különösen figyelünk, legyen szó jeges csemegéről, klimatizált barlangról vagy feszített víztükrös medencéről, de az itt élő 5000 állat kiválóan érzi magát, hiszen árnyékot nyújtó fa mindenhol megtalálható. A nagy hőségben a jegesmedvék szívesen úszkálnak és játszanak, hűsítő medencéjüket rendszeresen igénybe veszik. Az állatparkban több állatfajnál dagonyázó helyeket alakítottak ki, amelyek különösen a vastagbőrűek körében közkedveltek, mivel a sár védelmet nyújt a napsugarak és az élősködők ellen. A gondozók emellett naponta többször ellenőrzik az itatókat és az abban lévő víz mennyiségét. A park gondozói külön figyelmet fordítanak az óceánárium akváriumainak vízhőmérsékleteire, egyes halfajták ugyanis érzékenyek a víz túlmelegedésére. Az állatok ekkor a melegben reggeltől délelőtt 11 óráig és délután 4 órától aktívabbak, célszerű tehát ezt az időszakot kihasználni az állatpark meglátogatására. Hazaérkezett a Minskben megrendezett Európa játékokról Bakosi Péter és Tasi T. Dávid. A két nyíregyházi atléta a magyar válogatott tagjaként a 9. helyen végzett a speciális szabályok szerint lebonyolított versenyen. A fehér orosz fővárosban rendhagyó formában dinamikus új atlétika néven bonyolították le a sportág versenyeit. 4 női és 3 férfi számban csapatok versenyeztek egymással. A tartalékokkal együtt 14 fő számláló magyar válogatottban ott volt két nyíregyházi versenyző, a magasugró Bakosi Péter és a 400-as futó Tasi T. Dávid is. A magyarok háromszor álltak rajthoz, végül azonban nem jutottak be a döntőbe, így a pontszámítás alapján a 9. helyen zárták a versenyt. Itt a csapatért kell küzdeni, lehet taktikázni. Ügyességi számoknak, hogy előre be kell jelenteni magasugrásból is, hogy milyen magasságon ugrik valaki, és ez csak akkor derül ki, hogy amikor megjelenik az eredményjelző táblán, mert ez egy páros verseny, és akkor látjuk, hogy ki mit fog kísérletet tenni.
Ebből izgalmas, egy kísérlet van, tehát vagy átugorja, vagy nem. Ha esetleg átugorja, és a másik párja az nagyobb kísérlet, tehát magasabban, de teljesíti, akkor attól függetlenül vesztett. Tehát nagyon-nagyon érdekes, nagyon figyelni kell a bemelegítést, hogy ki milyen állapotban van, és ahhoz kell megállapítani esetleg azt a magasságot, amin kísérletet tesz a versenyző. Bakosi Péter a magyarok utolsó versenynapján a legjobb nap bizonyult magasugrásban. Neki 4 nap alatt 3 versenye volt. Az első versenyen azt gondolom teljesen jól ugrott. A másodiknál volt egy kis, tehát 2 nap múlva volt egy pici megingása. Ott igazából 2 métert ugrott, de csak azért, mert a párja, akivel versenyzett, az még gyengébbet, tehát tudtuk, hogy elég egy 2 méter, a csapat miatt muszáj volt a biztonságra menni. Harmadik nap, ugye hát a tévé közben lehetett látni, hogy iszonyatos idő jött, hatalmas zápor, több mint 1 óráig szakadt az eső. Ehhez végül is Peti alkalmazott a legjobban, én azt gondolom, hogy ez a 210 cm, amit ő ebbe az időbe ugrott, ott mindenki nagyon nagyra értékelte, én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó eredmény, és végül is ugye azt a csoportot, hogy azt meg tudta akkor nyerni, ami nagy segítsége volt a magyar csapatnak pont számokban. A nyíregyházi magasugró szerint érdekes volt az új lebonyolítás, és motiváló volt 30 ezer szurkoló előtt ugrani. Ez egy érdekes verseny volt minden szempontból. Végül is én úgy érzem, hogy sikerült azt hoznom azokat a pontokat, amiket tőlem elvártak. Sajnos a 4 nap alatt 3-szor kellett ugye rajthoz állom, és ezt az Achillesem is megérezte az utolsó 2 verseny nap, de szerintem nagyon jó volt. Bakosi Péter sérülése miatt lemondott egy mászai versenyt, és a gyulai emlékversenyen sem ugrik, így legközelebb a július végi országos bajnokságon áll rajthoz a nyíregyházi atléta. Eredményes szezon zárt a nyíregyházi kosárlabdaklub. Az utánpótlást nevelő egyesület Serdülő együttese megnyerte a regionális bajnokságban győztes csapatok országos döntőjét. A klub kosárcsarnokot épít a Betlen iskola területén, valamint augusztus végén és szeptember elején nemzetközi tornát is rendez az NKK. 5 korosztály, 8 csapatában közel 120 fiatal kosarazott az elmúlt szezonban az NKK színeiben. Mint Makrai László, a klub elnöke elmondta, a jövőben bővül a bázisuk, az 5-ös mellett a Betlen iskolában is indítanak képzést, és a TAO programnak köszönhetően egy kosárlabda csarnokot is építenek az intézményben. Emellett az eredményekre sem lehet panasza a 2018-19-es idényben az NKK-nak. Ami nagyon örömteli volt számunkra az, hogy a serdülő csapatunk, az U14-es csapatunk a tavalyi évhez hasonlóan idén is a regionális bajnokok döntőjét megnyerte, csak idén ellentétben a tavalyi évvel, amikor ezt hazai pályán tettem, meg most Kecskeméten nyerte meg ezt a korosztályos csapatunk, Bráne Szavics edző vezetésével. Idegenben siker kivívni mindig sokkal jobb fegyvertény, mint itthon, pláne úgy, hogy akadémiai csapatok, vagy sportiskolai csapatok. Igaz, hogy B csapatai voltak az ellenfeleink, de akkor is azt tudni kell, hogy a nyíregyházi kosárlabda klub az utánpótlás nevelést egy iskolai bázison végzi jelenleg is, tehát nagy akadémiai csapatokat tudtunk legyőzni idegenbe. A másik, hogy ami nem szorosan a klubhoz tartozik, de ugyanennek a korosztálynak a csapata a Diákolimpia egyik korcsoportban megnyerte megyei bajnokságot, és a regionális döntőn második lett. Sajnos azzal Debrecennel kerültünk össze, aki később a döntőbe játszott, az országos döntőbe, és ott szintén második lett. Tehát ez ilyen még nem volt, hogy az NKK 5-ös megyei Diákolimpiát nyert volna, most ez sikerült. Az NKK-ban a kosárpalánta programban szereplő kicsiktől az U16-os korosztályig játszanak kosarasok. Nyíregyházi kosárlabda klubban nem a klasszikus utánpótlás korosztályt nevelési szisztémát viszi végig, hiszen nem utánpótlás 18 éves korig nevel utánpótlás, csak 16 éves korig, tehát a kadett korosztályig vállaljuk, illetve tervezzük mi azt, hogy kosárlabda utánpótlást nevelünk. U16 után a nyíregyházi kosárlabda klub valamennyi igazolt kosárlabdázójának biztosítja a lehetőséget, hogy vagy a nyíregyházi sportcentrum, vagy a nyíregyházi e-sport non-profit Kft-nél, népszerűbb nevén a Kék Cápáknál folytassa pályafutását. Úgy értem, hogy biztosítja, hogy ebbe az esetben a játékosaink ide szeretnének átigazolni, nem kérünk semmilyen nevelési költségtétést. A mi célunk alapvetően az, hogy nyíregyházi első osztályú kosárlabda csapatnak neveljünk utánpótlást. Az NKK idén is megrendezi az 5-ös kupát, ezúttal azonban a megszokott őszi időpontnál korábban, augusztus 29-e és 31-e között lép majd pályára az 5 magyar és 3 külföldi U16-os csapat. Szeptember 7-én és 8-án pedig egy 4 csapatos U14-es nemzetközi tornát rendez a nyíregyházi klub. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden.
Utak, kerékpárutak és járdák újulnak meg, okoszebrák létesülnek Nyíregyháza több pontján. Az önkormányzat már régóta tervezte ezeket a beruházásokat, amelyek június közepe óta zajlanak, és a tervek szerint szeptember végére fejeződnek be. A Tokaji úti vasúti átjárónál közben aluljáró épülhet, illetve kétszer két sávosra bővülhet a 36-os főút, közel másfél kilométeren. Az építési engedélyt várhatóan decemberre lesz meg. 4 héten keresztül közel 100 gyermeknek szervez interaktív céglátogatást idén-nyáron a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A szervezet célja, hogy játékos formában ismerjék meg a diákok a különböző szakmákat. A nyári tábort az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a Kisvakonddal közösen szervezi az Iparkamara. A Kisvakond táborban a nyíregyházi oktatási intézmények tanulói vesznek részt jelenleg, de az Iparkamara megyeszerte végzi pályaorientációs tevékenységét. A hőség nem csak az embereket, az állatokat is megviseli. A Nyíregyházi Állatpark lakói szerencsés helyzetben vannak, hiszen a park egy tölgyerdőben található, amelynek magas fái alatt menedéket találnak az állatok. A gondozók emellett naponta többször is ellenőrzik az itatókat. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták július 3-án, szerdán friss hírekkel, legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán gomoly felhőképződésre lehet számítani, majd estétől többnyire gyengén felhős idő várható. Csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 14 Celsius fok körül alakul. Csütörtökön a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem valószínű. Az északi szél helyenként megélénkül, majd mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 30 Celsius fok körül alakul. A következő napokban kezdetben még nagyrészt napos időre készülhetünk, és csupán helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, vasárnap viszont átmenetileg megnövekszik a felhőzet és a csapadékhajlam. A hőmérsékletben lényeges változás nem várható, nagyrészt a sok évi átlag körül alakul.